Nem tudom, hogy jó helyen leszek egy jobb oldalt. Átmászok úgy is, srácok, hogyha nem. Illetve a hang ilyesmi, hogyha gázos, akkor majd sikítotok. Oh yeah! Hello! De durva megcsinálták, hogy így úszik a kurzor, ahol éppen vagyunk. Nyílt forráskódú licenszek, wow! Ja igen, nyilván nem írtam bele a streamnek a nevébe, hogy magyar nyelven fogunk játszani. Azt beleírtam, hogy PS4 Pro-n vagyunk, mert elkerülvén az, hogy valaki megkérdezze, hogy PC? Nem srácok, PlayStation 4. PC-re valamikor jövő év közepe környékén fog megjelölni. Kojima bácsi azt mondta, hogy igen, szeretné, hogyha PC-n is ott lenne. Szóval... aki PC-n szeretne játszani, az jövőre megteheti, de a franc vár addig. Úgyhogy hölgyek, urak, amúgy a kamera remélem, hogy jó, én egy picikét most hátrébb húzottam, mint ahogy ülni szoktam, mert ugye egy konti van a kezembe, tehát egy kicsikét már így is, az előbb hallottatok egy koppanás szerintem, sikerült szerencsétlenkémet úgy odakúrni az asztalhoz, hogy öröm volt hallgatni. Úgyhogy nem vagyok éppen egy asztalnál ülős PlayStation-ös típusú emberke, de ugye, mint meséltem a tévéhez, még nem igazán tudtam megoldani, hogy kiüljünk, úgyhogy egyelőre ez most így van. Na, nézzük srácok, játékbeállítások. Játék nehézsége. Könnyű. Normál. Nehéz. Én mondanék egy normált. Nem akarom azt se, hogy a játéknak ne legyen normális nehézségi foka, meg azt se akarom, hogy őrült nehéz legyen, adjuk át magunknak a játék élménynek. Bejelentkezés az indításkor. Ha? Ja, oké. Avatarkép. Micsoda? Spoiler? Az a jelek elrejtése. What? Spoilerek. Hát de, könyörgöm, egy végigjátszást játszok. Milyen spoiler? Biztos. Jó, ez egy alapon hagyom. Rejts el a spoiler tartalmazója keretése. Ja, van benne valami olyan, hogy a különösebb átvezetőket, vagy ilyesmit így jelzi, ha ilyen következik? Hát de azt úgy miért? Tehát most így jön egy spoiler, és akkor... gyorsan elkapcsolom nektek a képet, hogy nehogy lássátok, vagy így... ezt én így nem értem. Biztos én vagyok hülye 2019 végén. Nem készültem föl a 2020-as évekre. Na, biztos velem van a probléma. Na, vezérlő. Automatikus célzás. Az biztos. Egyensúly megtartása vezérlő érzékenysége. Hát azt egyelőre hagyjuk. Hűha, vannak itt deep beállítások. Jó, azt mehet a mozgásérzékelővel, azt majd így dülöngélünk. Bal és jobbkar holtere, azt nem kérünk, köszönöm szépen. Képernyő az úgy jó lesz, hud. Oké. Kamera. Hát azt majd megnézzük. Én nekem általában egyébként az a tapasztalatom, hogy... nem tudom, hogy az én szájízemet sikerül ennyire eltalálni a mindig a játékoknak, de amit én az analógokon tolok, az nekem alapbeállításon tök kényelmes szokott lenni. Na, a hangok azok nyilván ugye angol, de viszont a szöveg nyelven magyar, srácok, ezt mondtam is, úgyhogy nagyon nagy királyság, hogy készült hozzá Sony Magyarország jogotából fordítás, úgyhogy nagyon nagy piros pont. És hát a fő hangerő valószínűleg sok lesz nektek, de... mit szólnátok egy 85-höz, aztán majd sikítotok? Nem. Ne a vezérlőbe, hanem a televízió legyen, és akkor ti is halljátok.
Nem titok, ugye lesz egy gyerek velünk, ezt gondolom az, amikor gügyög, meg ilyeneket csinál, ez arra gondolnak, hogy azt miben halljuk, hát az maradjon a... Ja, hogy X. Oké. Okay. Az maradjon a tévén. He? Ja, ilyen hosszan kell nyomni. Ó, oké. Okay. Jó, hölgyek, urak, túl sok mindenről nincs beszélni. Indulunk. Let's go. Na basz meg, elrontott az élményt. Ó, hogy van nagyon könnyű is. Ó, értem. Maradjon normál. Lehet módosítani. Jó, kezdjünk normálba, hogyha gáz van vele, vagy azt érezzük, hogy nem eléggé tudunk szépen menni, mert sok a halál, vagy ilyesmi. A franc se tudja meg lehet, hogy halni. Akkor meg változtatunk. Akkor most oké. Okay. Gondolom lesz átvezető animáció, úgyhogy én el is távolodom addig. He? Statisztikai elemzések kimutatták, hogy a Dumus képességek a paciens születési napjától függően változnak. A képesség egy szintjének megalapításához add meg a születésnapodat. Wow! Ha hogy tudja fejből a játék? Tök jó. Egyébként nem értettem, hogy mit írt, hogy milyen felvétel állt le, vagy valami biztos részeg a PlayStation. Hónap az... Yeah, nap 4, oké. Okay. Ja. Tiltott jelenetből. Milyen tiltott jelenetből? Biztos. Ja, értelek, mire gondolsz. Once there was an explosion. A bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion. A bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Fragile mind.
Ja, hogy ez már az in-game engine volt. Oké. No! Great. Fuck. Az igen. Azt a rohadt. Hogy néz ez ki? Okos gyógyszerek, központ, gócváros. Megragadás bal kézzel, cipelés háta. What? Ah, külön súlya van. És fogni kell. Elengedem, akkor akkor lerakja. Ide. Kézbe vitt rakományt a testeddel óvhatod. A kézben vitt rakomány akkor sem sérül, ha te valami volt elesel. Ja, viszont ha meg a hátamra rakom, akkor berakja a cuccba, és a 120 kiló ráment még 2 kiló. Ó.
Értem. És most? De beteg, ahogy kinéz. Aha, aha, orra. Az Odradek képes letopogatni a rakomány címkéket. Minden rakománynak van címkéje. Oké. Érdekes. Szia, Sved! Szép estét kívánok! Hova svéd elnézést, nem tudom, hogy ékezettel használod a nevedet. Figyelj, Jesus, azért a katonák azért elég durva. Én azt nem mondom, hogy a hátán van 120 kg egy katonának, de hogy van a felszerelése egy katonának is szerintem. Hát, ha nem is 120 kg, de... Központi Gócvárosba kell eljutni. Ajajaj, mi volt? Ja, hogy külön ír egy mászás, vagy mi újság. Ó. De betege, hogy kinéz. Istenem, de durván néz ki. Na, tudunk ugrani, ha meg folyamatosan nyomjuk, akkor meg mászni tud a karakterünk. Aha, jó, oké. Szarul néz ki. Nem vette észre. Oh, hello. Thank you.
fel a kezekkel, ki nem szarta volna vissza magát az első percben már élőbe. Szevasz, Csajci, ki vagy? Már azt tudom, hogy ki vagy, aki játszik, csak a játékban ki vagy, azt nem. I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms, like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Fragile? Yeah, I've heard of you. That right? Sam Porter Bridges. The man who delivers. For me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traitors. Not much left of us now, save for a few honest folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I made deliveries, that's all. Contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. Az igen, akkor már biztos ilyen esernyő kell. The time pool fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges.
Oké. Vérkijelző. Ha elírja a nullat szemmel, akkor a kétség az állóképesség, hogy fogy úgy lassú szemmozgásra. Úgy vagyok szemmel egyre nehezebb, hogy megőrizz az egyensúlyát. Oké. Oké. Igen, egyébként valóban ez így kezdésre, ez így beledobott a sűrűjébe. Azt a rohadt. Jó. Tehát a csávó, meg a csaj is valamilyen betegségben, ők, ha jól emlékszem, szindrómának nevezte, abba szenvednek. Ez a Doom szindróda, vagy micsoda, szindróma, vagy micsoda. Amit most nem tudom, hogy kimondottan a vihar okozott-e, de az a lényeg, hogy ennek köszönhetően attól függ, hogy melyik stádiumban van a betegség, vagy az allergia, vagy az mondjuk nem mondjuk allergiát mondott, azt hiszem. Képesek vagy látni, vagy érzékelni a dögöket. A csajt nem tudjuk, hogy látja-e, azt nem árulta el, de azt tudjuk, és láttuk, hogy a gyerek ilyen elváltozás megy végig a bőrén, meg minden, és tudja érzékelni a közelségüket. És azt is megtudtuk, hogy rohadtul vigyázni kell a viharokkal, ugyanis ez valami idővihar, és ha megfigyeltétek, így tehát szétcseszi az embert magyarán. Érdekes. Ja, és az annyit tudunk, hogy a csávó az valami szállító cégeknek. Ugyanúgy, ahogy a csaj is. Ez a Fragile Express, vagy minek dolgozik a csaj, és ez is a neve a csajnak egyébként. Oké, felvettünk megint egy rakományt. Aha, tehát tudunk találni a területeken elhagyatott dolgokat, és hogyha ezt leszállítjuk a jó helyre, akkor kapunk extra reput. Aha, érdekes. Jó, minél durvább terepen megyünk, annál jobban elfárad majd Sam. Nem Norman-t mondtam. Azt a rohadt. Hogy néz már ez ki? Bazeg. Hihetetlenül jól néz ki ez a játék. Tehát ebben nem hazudtak tényleg, hogy ez, amit végig láttunk, az baszki izé volt. Real in-game engine. Az igen. És ki írja, hogy milyen zene szól? Jó, ez valószínűleg a tutoriál, tehát itt még erősen fogja a játék a kezünket, sejtem. Azt a vizet nézzétek meg. Hát bazd meg. Mondjuk arra még nem jöttem rá, hogy végül is akkor az egész hot keletkezett, mert valami robbanásról beszéltek, meg még egy robbanásról, tehát itt valahogy ezek ide kerültek. Amúgy egy visszajelzést, hogyha valami nem jó, srácok, azt megköszönnék, mint a hangra gondolok, hogy hangos nektek, valaki csak esetleg rajta, jó, most szól a zene, most nyilván valószínűleg kicsit másabb. Esés, tehát csúszás közben meg tudom markolni a terepet, hogy ne csúszszak le, nem áll. Köszi G. Arra meg elnézésedet kérem, emlékszem, hogy mondtál egy Petsze nevet, de azt így előre is, vagy utólag is elnézéset kérem, de elfelejtettem. Úgyhogy most egy picit így csívé varázsoltalak, hogyha nem sértő számodra. És itt a szarvas, baszki, ami benn volt. Ezt jól elkapta. De nem értem, tehát olyan, mintha nem megölné, hanem szinte elsorvasztja. És ugyanaz, amit a csajnál láttunk a karján, meg a kezén is, hogy
hogy tehát azt mondta, hogy az idő gyorsan megy, vagy valami, tehát olyan, mint hogy az idővel csinálnának valamit. És a szarvas is olyan, mint hogyha itt lenne már 10 éve. Jó, annyi nem. Ők lehet, hogy valamit manipulálnak így a...
Az biztos. És... és a másik meg az, hogy... Én úgy veszem észre, hogy a játék nem igazán erőlködik azon, hogy egyelőre elmondja, hogy miről van szó. Gyanítom, hogy jó hosszú ideig nem is tudjuk meg. Találtunk viszont még egy gyógyszert, rakjuk a táskába. Most már 21,5 kiló van nálunk. Kimondottan tudunk futni is az L3-mal. Miért mondja a játék, hogy lehet futni? Általában, amikor a játék írja, hogy kell futni, akkor valamiért kell is futni. Mondd, hogy nem jönnek ezek a szarok. Kérdés, hogy ezek a szarok... akit fogalmunk nincs, hogy ezek mik ezek a lények. Ezek csak esőbe. Központi Gócváros. UCA-01001 valami. Értem. Oh, hello. Jó, hogy ez egy ilyen periméter, ami beenged engem. Oh. Igen, ez egy ilyen határellenőrző cucc, és gondolom oda kell menni. Aha, igen. De mi történt a világgal? Tehát volt itt a robbanás, meg hogy történt valami, meg volt még egy robbanás. De mi van a világgal? Tehát... mert az ott egy rendes városnak néz ki meg minden. A járgányokból ítélve eléggé modern évszámot írhatunk. Meg ilyesmi. Kézbesítési központ. Szállítási terminál, azt mondja, kért rakomány és mások által elveszített rakományok kézbesítése. Aha, 1000 milliliteren van a HP-nk. A fáradtságunk az egész jó szinten van. 21,5 kiló van nálunk a 120-as bírás vagy teherbírásból. A felfelé mutató nyilacska meg, vagy az ujjacska meg gondolom az, hogy reputációt jelent, amit az előbb említett nekünk. Úristen, várjál, rendelés teljesítése, okos gyógyszer kézbesítése 4/4, részleges kézbesítés nem lehetséges, rendelés, aha, ezt hoztuk. Legend to come in late. Had to wait out the storm. Lost my bike. Sounds like you've been through the ringer. Hát te ki vagy, Cica? Luckily our goods are in perfect condition. Well, you did keep us waiting, but everything else seems to be in perfect order, so great work. We'll be awaiting the next delivery.
Oké. A csajnak egy bilincs volt a kezén. Tehát ez így... Why? De ez tök durva. Leadtuk a cuccot. Kézben... Ja, lájkok! Nem is lájkok, bazeg. Bocsánat, modern világban vagyunk. Hát persze, hogy lájkok, bazke. Mi már tenne? Négyet sikerült leszállítanunk, kaptunk egyet 120-at. Nem sérült meg, ezért kaptunk 36-ot. A távolság nem számít, de tök jó, hogy megmutatta, hogy merre mit hoztunk. És rakomású bónuszra kaptunk egy pontot. És S-awesome rangra sikerült megcsinálnunk. 185 darab lájkot kaptunk összesen. Zsír! És hoztunk még elvesztett rakományt is extraként. Szerszámokat még hozzá. Ezért kaptunk 41-et. Oké. Lehetne lassabban, hogy lássam én is, mi történik? Oké. Elvileg 5-ös szinti hordár fokozatra léptünk. És ezek meg ilyen... Fejlesztettünk egy-két dolgot. Oké.